8 szakács gyújtott be és készítette el Hétbográcsban az incsiklandozó marha és pacal pörköltet szombaton. A borbási szüreti mulatságon mindenki ingyen kapta az ebédet. Főzünk, minden évben így meg van tartva, nagyon fajn, én azt mondom, tehát korrekt. Milyen a borbási közösség, hogyan látod? Összetartó, tehát segítünk egymásnak. A főzés mellett foci, légvár és kirakódó vásár is várta a családokat. Dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő elmondta, Borbás egy kis lélekszámú település, a falu lakói ezért nagyon összetartóak, a hétköznapokban is folyamatosan segítik egymást. Ez a legnagyobb esemény itt a faluban, ez minden évben megrendezésre kerül. Én előttem is, az előző képviselő is tartotta, mi is tartjuk, és nagyon szeretik a helyiek egy ilyen, mondhatni, évindító, megye. Kezdődik az iskola, kezdődik a vége a nyári szünetnek, és akkor ilyenkor szeptemberben szokott lenni az első születi nap. A finom étel és a jókedv mellé zene is dukált, egy szentkirályi muzsikus szolgáltatta, így vált felhőtlenné a hagyományos szüreti mulatság a faluban.